Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Holttestet találtak a kecskeméti tűzoltók egy családi ház udvarán, miközben a lángra kapott gazt oltották. Több tízezer forintra büntethetik, és akár 4 hónapra el is tilthatják a vezetéstől a zebráknál szabálytalankodó sofőröket. Tilos lesz a Vágó utca egyik oldalán parkolni, és több utca is egyirányúvá válik Kecskeméten. Holttestet találtak a kecskeméti tűzoltók egy családi ház udvarán, miközben a lángra kapott gazt oltották. A tűz keletkezési körülményeit még vizsgálják a szakemberek. Holttestet takarnak le a tűzoltók és a helyszínelők Kecskemét külterületén. A Bódog soron található egyik családi ház udvarán keletkezett tűz, a gaz gyulladt meg. A tűzoltók gyorsan kiérkeztek a helyszínre, akkor mintegy 15 négyzetméteren lángolt a növényzet. A tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet. A már leégett területen fedezték fel a holttestet. Egyedül lakik az idős hölgy, igazából nem láttam, hogy tűz van, csak az, hogy rendőrök meg a mentők kint vannak, vagyis a tűzoltók. Budai Attila ismerte a hölgyet, volt, hogy segített neki. Egy kedves, aranyos idős hölgy volt, mert ottan a földet mi műveljük előtte, és akkor kijött beszélgetni. Azt, hogy miért keletkeztek a lángok, egyelőre nem lehet tudni. A tűz keletkezési körülményeit még vizsgálják a szakemberek. Több tízezer forintra büntethetik, és akár 4 hónapra el is tilthatják a vezetéstől a zebráknál szabálytalankodó sofőröket Kecskeméten. A rendőrség úgy új akciót hirdetett a balesetek visszaszorítása érdekében. A város térfigyelő kamera rendszerét használva azonnal lecsapnak a szabálysértőkre. Az egyik Petőfi Sándor utcai zebránál készült ez a felvétel múlt pénteken. Jól látható, ahogy egy autós közvetlenül a babakocsi előtt hajt át. A szabálysértésért a sofőrnek 30 ezer forintot kellett fizetnie, emellett 4 hónapra eltiltották a járművezetéstől. Jelenleg ez a legsúlyosabb kiszabható büntetés. Kecskeméten egyre gyakoribb, hogy a kijelölt gyalogos átkelő helyeken közlekedők, illetve a zebrákat a gépkocsikkal megközelítők sajnos nem szabályosan közlekednek. Ezért a balesetek visszaszorítása érdekében a város térfigyelő rendszerét kihasználva egy igen sajátos akciót kezdtünk el. A rendőrség a város térfigyelő kameráin keresztül figyeli a zebrákat. A szabálysértők a helyszínt elhagyva egyenesen a rendőrök karjai közé rohannak. Pénteken a Petőfi Sándor utcán 10 órától 14 óráig tartottuk meg az első ilyen akciónkat. Ennek keretében 4 olyan szabályszegőt állítottunk meg, akik fejenként 15 000 forintos helyszínbírságot kaptak, valamint volt egy sofőr, aki nagyon súlyos szabályt szegett, őt szabálysértési hatóság elé állítottuk. Úgy tudjuk, tavaly csak nem 30 zebrás gázolás történt megyénkben, ebből 2 halálos végkimenetelű volt. A rendőrség reméli, a rendszeres ellenőrzés visszaszorítja a baleseteket. Gázcsonknak ütközött egy Audi típusú személyautó Kecskeméten a Kuruc körúton, közel egy gépész szakáruházhoz. A tűzoltókat gázszivárgás miatt riasztották a helyszínre, tájékoztatta stábunkat Kovács Andrea tűzoltó főhadnagy, a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferense. A katasztrófavédelmi szakemberek elszorították a gázvezetéket, megszüntették a gázszivárgást, áramtalanították a személyautót, majd átadták a helyszínt a gázszolgáltatónak. Hivatalos információink szerint a balesetben nem sérült meg senki. Szemtanúk szerint a sofőr saját lábán szállt ki járművéből. A balesetet az okozhatta, hogy az autó túl nagy sebességgel kanyarodott, nekiütközött az útszéli oszlopnak, majd megpördült és végül a gázcsonknak ütődött, amely így ketté tört, de szerencsére nem kapott lángra. Tilos lesz a Vágó utca egyik oldalán parkolni, és több utca is egyirányúvá válik Kecskeméten. A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság keddi ülésén döntött a változtatásokról, amelyek március 1-én lépnek majd életbe.
Március 1-től több forgalmi változásra kell számítani Kecskeméten. A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság keddi ülésén 8 előterjesztést tárgyaltak, amelyből 7-et elfogadott a bizottság. Az új forgalmi szabályok közül 2 változás érinti a belvárosi Vágó utcát. A forgalmi és parkolási rend módosítását a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kecskeméti hivatásos tűzoltó parancsnoksága kezdeményezte. Aki arra közlekedik, ő maga is észrelhette, hogy komoly zavar van. Nagyon sok esetben a két autó leálló sávok között épp elég elmenni egy autóval, úgyhogy ez elég komoly gondokat okozott, és hát ezen valamit változtatni szükségeltetett. Az eddigi egyenrangú útviszonyt megszüntetik. Március 1-től a Lehel utca forgalmának elsőbségadási kötelezettsége lesz a Vágó utcával szemben. Továbbá, mivel a Vágó utca keskeny útfelülete nem alkalmas arra, hogy mindkét oldalon autók parkoljanak, július 1-től tilos lesz megállni az utca bal oldalán. A jobb oldalon parkolóhelyeket fognak felfesteni. 30 km/h sebességkorlátozást vezetnek be a Szalag utcán az autista gyerekek és szüleik védelme érdekében, Nemcsik Mátyás a választókerület önkormányzati képviselőjének támogatásával. Időszakonként nekik problémájuk van, és hát ezt nekünk kezelnünk kell, és hát ez a legjobb, hogyha amiben tudunk segítünk, és pont most ebben a 30 km, és hát az, hogy azon a területen nagyon figyelni kell a gyermekekre. A bizottság döntéseinek értelmében márciustól egyirányú út lesz a Muraközi János utca Árpád körúttal párhuzamos szakasza, valamint a Dömötör utca a Mezei utca irányából és a Czolnár térről a Mezei utcára vezető út is. Noha az építőipar a legveszélyesebb ágazatok közé tartozik, mégis kevés vállalat foglalkozik a munkavédelmi rendelet pontos betartásával. Sokszor hiányosak az ismeretek, a munkavállalók pedig nem kapnak helyes balesetvédelmi oktatást. Ezekről a problémákról tartott konferenciát az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Kecskeméten. Interneten elérhető ingyenes tartalommal és kiadványokkal igyekszik segíteni az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által vezetett konzorcium a munkahelyi biztonság fejlesztésében. Szakértők szerint ugyanis kritikus szinten van ma a munkavédelmi helyzet az építőiparban. A konzorcium tevékenységét egy pályázaton elnyert 77 millió forintos támogatás is segíti. Nem a rendeletnek a betartása a fő cél, hanem a baleset megelőzése a fő cél. Persze ez a rendeleten keresztül valósul meg, így lehet számon kérni a mulasztásokat, de végül is én azt hiszem, hogy egy közös szándékkal, a megelőzés céllal lehet valamit elérni. Ennek eléréséhez először a szándékot kell a vállalatoknál megtalálni. Az építőipari ágazat növekedésével egyre több vállalat van a piacon, és ezek egyre kevésbé figyelnek munkavállalóik védelmére. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy nőtt a halálos kimenetelű balesetek száma az ágazatban. Az EVOS projektjében rendezvényes képzés sorozatokat indított, hogy népszerűsítse a munkavédelmi feladatok oktatását. A jelenlegi munkavédelmi rendelet sok terhet ró a generál kivitelezőkre. Vannak pozitív példák is. A KÉSZ-csoport még az alvállalkozóit is csak munkavédelmi képzéssel engedi dolgozni. Szakértelemmel, szaktudással azon dolgozunk, hogy az a vállalkozói kör, aki egyébként önerejéből nem tudná, vagy nem képes ezeket a követelményeket teljesíteni, azok hozzájuthassanak azokhoz az információkhoz és megoldásokhoz, amivel biztonságosan tudnak munkát végezni. Az építőiparban veszélyt hordoznak a munkaeszközök, az anyagok, az egyes munkafolyamatok és technológiák. Ezekre a mindennapi esetekre a vállalkozások nagy része nincs felkészülve, részben a képzések hiánya miatt. Virágot akart lopni, de rablóként hagyta el a helyszínt az a férfi, aki még 2018. április 12-én döntött úgy, hogy megszerez 3 cserepes növényt egy kecskeméti lépcsőházból. Akciója közben 2 embernek okozott sérülést. Ráadásul kiderült, azon a napon nem ez volt az egyetlen próbálkozása. A tolvajból lett rabló ügyében a nyomozás a napokban lezárult. A rendőrség vádemelési javaslattal átadta az iratokat az ügyészségnek. Lesz mit vizsgálni, ugyanis nem csak a 2 ember bántalmazásáért kell felelnie, akik meg akarták akadályozni a lopásban. A nyomozók a férfit további 4 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.
A gyanúsított a rablást megelőzően ugyanabból a lépcsőházból még aznap másik két lakó virágát is eltulajdonította. Ugyanekkor egy közeli társasház folyosójáról használati cikkeket lopott, és a tárolóból is megpróbált értékeket magával vinni. Az elkövető nem sokáig örülhetett a zsákmánynak. A kecskeméti rendőrök rövid időn belül beazonosították, és még éjfél előtt elfogták R. Bélát. Kihallgatták, majd rablás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. Február 18-án művésztanári hangversenyt tartottak a Kodály iskola nemesszegi Mártáról elnevezett koncerttermében. A szervezők barokk, klasszikus és romantikus szerzők műveiből válogattak egy csokorra valót. A Kodály iskola tanévenként két alkalommal szervez hangversenyt, hogy művésztanárainak rendszeres bemutatkozási lehetőséget teremtsen. Az utóbbi években a Városi Nyugdíjas Klubok Szövetségével karöltve szervezik a koncerteket, és a nyugdíjas közösség rendre meg is tölti a széksorokat. A koncertek további célja, hogy a tanárok példát adjanak növendékeiknek, hogyan kell közönségként viselkedni, illetve milyen elvárásokat támaszt az előadó művésszel szemben a színpadi környezet. A műsor anyagát összeállító Gerhát László munkaközösség vezető a február 18-i hangversenyre barokk, klasszikus és romantikus szerzők darabjaiból válogatott, Albinónitól Johann Christian Bachon és Mozarton át egészen Richard Straussig és a francia romantikus Louis Vianney-ig. Hallhatott a közönség oboa és kürtversenyt, cellóra és két fuvolára komponált triót, négykezes zongora szonátát, opera áriát és orgona muzsikát is. A koncertről hosszabb összeállítást láthatnak a híradót követő Múzsa magazinban. A Fehér Vera fotóművész kiállítását tekinthették meg ma az érdeklődők a Neumann János Egyetemen. A pedagógus képzőkar egykori diákjának képei azt az útvonalat tükrözik, amit hallgatóként elkezdve napjainkig tett meg. A Neumann János Egyetem egykori diákja a Fehér Vera fotókiállítását tekinthették meg az érdeklődők ma az intézmény pedagógus képzőkarán. Vera vizuális szakon végzett, gyakran bemutatta alkotásait egykori tanárainak vagy csoporttársainak. Ezúttal azonban műveit ténylegesen kiállították az iskolában. Hamar kiderült, hogy a fotográfia az ő útja, ugyanis az egyetemi évei alatt talált egy használaton kívüli fotólabort az intézményben, így elkezdhette képei kidolgozását. A kezdetektől mostanáig a kubaizmus irányzata országszerte azonosult Vera nevével. Ez azt jelenti, hogy a művész folyamatosan a határokat kereste, vagy éppen azokat feszegette. A bemutatott művek is arról árulkodtak, hogy a fotózás mellett a grafikán át, az installációkon keresztül a tűzománc készítésig minden érdekli. Egyediségéhez akár az is hozzátartozik, hogy képeinek felszínét direkt felsérti, vagy éppen hímez rájuk. A kiállításon Alfehér Vera munkásságát Ragó Lóránt méltatta. A művésztárlatáról bővebben a Kecskeméti Televízió jövő hét keddi Múzsa magazinjában számolunk be. Kecskeméten készül a két utolsó világbajnoki selejtezőjére a magyar férfi kosárlabda válogatott. A felkészülésről és a várt eredményekről tartottak ma sajtótájékoztatót a Four Points by Sheraton Hotelben. Tudjuk, hogy a két a nagyon nehéz mérkőzés van előttünk. A magyar férfi kosárlabdázókat továbbjutás szempontjából két igen fontos mérkőzést játszanak a héten. A szombati Magyar Kupa döntő óta Kecskeméten tartózkodik a kosárlabda válogatott. Azóta a közös edzést is elkezdte a csapat. A Magyar Kosárlabda Szövetség mai kecskeméti sajtótájékoztatóján főként a kitűzött célokról esett szó. A győzelemek várunk, remélünk, és hozzáállásunk tovább is kell, hogy maradjon, mint eddig. Ez eddig sem volt probléma, úgyhogy hát tudjunk győzni. Olaszország volt a nagy tétmeccs, játszunk horvátok ellen a szombathelyen, hát nem. Oroszlánunk így is úgy is a horvát meccsnek van tétje, meg szeretünk 16-os keretben maradni európai mezőnyből, melyik a magyar kosárban 48 innen volt, két nagy verseny egymás után.
Bár mindenképpen büszke csapatára, szomorú lenne, ha nem jönne össze a továbbjutás. A hozzáállásban pedig a maximumot várja el a csapattól, tette hozzá a szövetségi kapitány. Vojvoda Dávid a válogatott bedobója nehéz mérkőzésre számít az olaszok ellen, akiket minimum 7 ponttal kell megverni. Izgatottan várjuk a pénteki mérkőzésre, addig nem is nagyon akarok addig előre tekinteni a hétvégi mérkőzésre. És teljesen a srácok előtt, illetve a tojámalósra csak a pénteki meccsre fókuszálunk, viszont az országban. A KTL Duna aszfalt játékosai közül csak Molnár Márton kapott meghívót a Bükeretbe. Csapatunk pénteken 20 órakor idegenben lép pályára az olaszok ellen. Jövő hét hétfőn 6:30 pedig Horvátországot fogadja a magyar válogatott Szombathelyen. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Holtestet találtak a kecskeméti tűzoltók egy családi ház udvarán, miközben a lángra kapott gaztolhatották. A tűz keletkezési körülményeit még vizsgálják a szakemberek. Több 10 000 forintra büntethetik, és akár 4 hónapra el is tilthatják a vezetéstől a zebránál szabálytalankodó sofőröket Kecskeméten. A rendőrség új akciót hirdetett, a város térfigyelő kamera rendszerét használva azonnal lecsapnak a szabálysértőkre. Tilos lesz a Mágó utca egyik oldalán parkolni, és több utca is egyirányúvá válik Kecskeméten. A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság keddi ülésén döntött a változtatásokról, amelyek március 1-én lépnek életbe. Sokszor hiányosak a cégek munkavédelmi ismeretei, a munkavállalók pedig nem kapnak helyes balesetvédelmi oktatást. Ezekről a problémákról tartott konferenciát az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Kecskeméten. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai vendégünkkel, Füredi András közlekedési szakértővel az elmúlt időszak közlekedési anomáliáiról beszélgetünk majd. Ezt követően az ápolók napja alkalmából bemutatjuk a hivatás igazi szépségeit, és egy izgalmas Oscar kvízre invitáljuk majd a filmek szerelmeseit. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 40 perckor, 22 óra 20 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad a nyugati, észak-nyugati szél, és a felhőzet is többször megnövekedhet. Hajnalban -3, +3, kora délután 8-14 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy újabb hidegfront hatására észak felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik, napközben 8-13 fokra készülhetünk. Pénteken a front mögött erős, viharos északi szélre számítsunk, helyenként záporokkal. Felhős és enyhe lesz a hajnal, de délután sok felé kisüt a nap, 2-10 fokos maximumokat mérhetünk.